ezúttal is a Pingőjárt csatornát láthatjátok, hallhatjátok a Vanatú rovattal, azok belül is már az 50. adás, jubileum adás hallható, ahol is különböző bloggerek, youtuberek, filmes sorozat szakértők, játékosok, regényírók is már, zeneszerzők is felbukkantak. Ezúttal is újabb illusztrus vendéget üdvözölhetünk, akit ismertek a Roboraptor blogról, ott műsorvezető, illetve blogger, ő az egyik alapítója, és ismertek a 24.hu egyes médiás híreiből, illetve ismerhettek a Kapcsoljuk Westeros című műsorból is, amit ugye a 24.hu élőben közvetít. Üdvözlöm ezúttal Mucsicska Lászlót, hello! Szia, hello, sziasztok! Egyrészt azért is hívtalak meg, és örülök, hogy elfogadtad a meghívást, hogy most ugye God szezon van, Robert szezon van, tehát stílszerű, hogy a Kapcsoljuk Westeros egyik műsorvezetőjét meghívjam, főleg, hogy a másikon már beszéltem, másik pedig, hogy vezetted régóta ugye a Roboraptor blogot, plusz ugye újságíró is vagy, hát szeretnék erről is megtudni ugye pár háttért dolgot, hogy milyen egy újságíró élete, hogy tudod egyeztetni a dolgot a háttérben, és hát hogy miért is lettél újságíró, és mikor? Hát ez egyébként nálam is ugyanígy volt, tehát hogy én... Kérdezni, hogy honnan jött először ez a... Hát én amióta az eszemet tudom, szerintem újságíró akarok lenni. A anyámék gyakran mondták, vagy mondják azt, hogy már akkor nem tudom, ilyen 5-6 éves voltam, akkor kb. Mindig ilyen dezodoros dobozokat vettem a kezembe, és úgy csináltam, mint hogyha műsor vezetnék, hogyha tévében lennék. Ennek nem tudom, hogy mennyi valóság alapja van, mert nincsen dokumentálva a dolog, de tény és való, hogy igazából már viszonylag fiatalon, tehát ilyen 10-12 éves koromban nekem már így elég konkrét elképzeléseim voltak, hogy én újságíró szeretnék lenni. Éppen ezért én médiatagozatos gimnáziumba is jártam, utána kommunikációs szakot végeztem az egyetemen, és hát már akkor, amikor elkezdtem az egyetemet, akkor azzal párhuzamosan elkezdtem az újságírói melót is, úgyhogy én most már 10 éve dolgozom újságíróként. No, hát az már szép kor, ez a 10 év az már nagy szám és szép jubileum az újságírói szakmában is. Igen, úgyhogy most, hogy így jobban belegondolok, nem csak a te műsorod ezzel a mai adással, hanem gyakorlatilag én is kb. Így jubilálok, és most már 10 éve dolgozom a szakmában. A Roboraptort meg, amit említettél, ugye néhány adásra korábban a Zsótér Dániel cimborámmal is beszélgettél, Danival készítettük el a Roboraptor blogot, vagy találtuk ki pontosabban, mert utána meg nagyon sok barátunkat, ismerősünket invitáltuk meg, hogy csináljunk egy geek tematikájú blogot. Ennek már több mint 3 éve, és igazából itt tartok most. Most pedig a 24.hu-nál dolgozom, és a kultúra rovatot erősítem. Remélem, jó volt az 50. adás, ugye jubileum adás nálunk is, úgyhogy elnézést a nézőktől, ha esetleg rosszul mondtam volna. Ja, hát akkor így meg aztán pláne. De a Roboraptor is megjelent már jó pár jubileum volt akár, nem jó pár adást, és nem csak a hírek tekintetében sikeres és nagy számú a honlapon, hanem ugye hát volt a Roboraptor podcast is, ugye van? Igen, mert ugye nekünk az volt az alapvető elképzelésünk a Danival, hogy mi nagyon-nagyon szeretjük a podcast intézményét, úgyhogy ez volt az első gondolatunk, hogy mi valahogy ezzel szeretnénk foglalkozni, és meg is kerestünk több olyan blogot, ahol mi el tudtuk volna képzelni magunkat, viszont azt a visszajelzést kaptuk, hogy igazából annyira kiforrott maga az az elképzelés, amivel mi jöttünk, hogy nagyon nehezen integrálható már egy meglévő szerkesztőségnek a munkájába, és azt javasolták, hogy miért nem próbálkozunk meg azzal, hogy mi magunk csinálunk, vagy indítunk egy saját blogot. Azt viszont kevésnek éreztük, hogy mondjuk csak podcasteket gyártunk egy blogra, vagy kifejezetten most erre építsünk fel egy YouTube csatornát, vagy csak podcasteket gyártunk. Úgyhogy így jött az ötlet, hogy akkor igazából legyen egy külön blog, ahol vannak mindenféle cikkek, meg vannak videók is, meg vannak podcastek is, és ehhez kellettek megfelelő emberek. Azóta persze már a Roboraptor nagyjából 3 generációváltáson esett át, vagy 2,5 generációváltáson esett át. És hát, a dizájn is
most gondolom, hogy tervezzük azt, tartható. hogy majd szeptembertől megint belevágunk, és megint új erővel elkezdünk podcastolni, mert most volt egy ilyen nagyjából egy éves leállásunk a Danival. És mi volt ennek az oka? Hát leginkább az, hogy a 24.hu-nál nekünk azért elég sok munkánk van, és hát ugye a Roboraptor az akárhogy is egy hobbinak indult, és amiben mi attól függetlenül, hogy ez egy hobbi volt, nagyon-nagyon sok erőt és energiát meg ötletet tettünk bele, de amint mi elkezdtünk a Danival a 24.hu-nál dolgozni, vagy akkor még Hír 24-nél, akkor ezeket az ötleteinket nyilvánvalóan mi elkezdtük odarakni. És folyamatosan egyre több és több munkánk lett, és ezzel párhuzamosan egyre kevesebb és kevesebb időnk lett arra, hogy podcastokat gyártsunk, de most egymást is próbáljuk noszogatni ezzel, hogy már pedig most ezt újra kell indítanunk. És hát ugye voltak ilyen társadalkezdőitek is, ugye a Roboraptor oldalon, ugye Viktória, Dániel, az Ádám, ők is nagy részt alapítók voltak, együtt kezdtétek, vagy később jöttek be a csapatba, ja, a fejlődés közben. A jelenlegi tagok közül szerintem a DNS Ádám az egyetlen, aki alapító tag. Remélem, hogy nem mondok hülyeséget. Szerintem, de igen, tehát hogy most a Danival vagyunk. Dani, mármint a Zsótér Dani, a DNS Ádám és én vagyunk hárman azok, akik a kezdetőtől ott vannak. Hát akkor, amikor elkezdtük, akkor nagyjából 8 vagy 9 fő volt, aztán ez feldúzzadt 12-re, és akkor utána mindenféle ilyen tagcserék voltak, meg permutálódások, meg mondom, volt olyan, hogy egyszerre elment 4 ember, aztán jött helyettük 4 másik, úgyhogy ez egy ilyen folyamatosan formálódó dolog. De mondjuk ez szerintem a magyar blogoszférában nem példa nélküli esemény, tehát nyilván ez mindenhol így működik. Aki érez magában indítatást a blogolás iránt, az elkezdi valahol, aztán ha bejönnek a számításai, akkor lehet, hogy lép egy szintet, lehet, hogy megunja, lehet, hogy más kihívások elé néz, szóval sok minden közrejátszik abban, hogy mondjuk hogyan alakul egy blognak a szerkesztősége. Esetünkben tényleg az volt, hogy akik az alapító tagok között voltak, azok vagy újságíróvá váltak, vagy filmesek lettek, vagy valamilyen filmes pályán mozognak, és nem fér bele az idejükbe az, hogy a Roboraptorral foglalkozzanak. Aztán voltak olyanok, akik közben jöttek, és utána máshol találták meg a számításaikat. Így. Szóval ez egy nagyon dinamikus dolog. De mondom, ez nem példa nélküli a magyar blogoszférában, mert szerintem mindenhol, ahol idézőjelben amatőr szinten folyik a blogolás, és az amatőr alatt azt értem, hogy nem fizet érte senki, ott ez így működik. Számomra az amatőr ez kicsit mindig is furcsa volt, zeneszerzőknél is használják, annak ellenére, hogy még minőségileg nem azok, szakmai háttérben nem azok, nem kapnak itt a fizetést, vagy nálatok is nekem mindig furcsa volt, hiszen minőségileg a topon vagytok, és mégis olyan fura, hogy ezt kell használni, de hát ez így terjedt el. Ez van. Hát igen, mert hogy ha a labdarúgásban is azt nevezzük professzionális sportolónak, aki pénzt kap azért, mert focizik. Aki meg nem kap érte, az meg amatőr. Nyilván ez minden más szinten is így van, és mondom, tehát az amatőrt nem a szónak a pejoratív értelmében használom, hogy nem tudom, olyan emberek, akik fogalmazási problémákkal küzdenek, hanem olyan emberek dolgoznak, akik ezért nem fizetést kapnak, hanem lelkesedésből, kedvből, és nem tudom, mondjuk küldetéstudatból írnak. Remélem, hogy ez is benne van. Mert mondjuk a Danival, amikor elkezdtük az egészet, akkor azért a mi fejünkben volt egy olyan elképzelés ezzel kapcsolatban, hogy nagyon sok filmekkel és nagyon sok geek témával foglalkozó blog létezik Magyarországon, de valami olyan ízt kéne adni a dolognak, ami picit más, mint a megszokott. És ebben a másban, ebben a megszokottban az is benne van, hogy ez a sokszor kicsit lefitymált geek szubkultúrában azért találjuk meg, vagy mutassunk rá azokra az olyan szekunder jelentésekre, amiről érdemes beszélni. Vagy azért, mert társadalom tudományi szempontból mondjuk egy fontos dolog, vagy mert
nem tudom, politikai üzenete van a dolognak, vagy bármi más. Nyilván nem szabad ezt összekeverni azzal, hogy az ember önkényesen megpróbál belemagyarázni valamit mondjuk a, nem tudom, X-Men apokalipszisbe, ami nincs is benne, de az mondjuk fontos, hogy mondjuk, ha pont az X-Menről beszélünk, akkor mondjuk azt azért ne felejtsük elmondani, hogy igen, ez a sorozat például pont arról szól, hogy minden egyes szereplője megfeleltethető bármilyen kisebbségnek, legyen az raszbéli, vagy legyen bármilyen nemi, vagy akármilyen réteg, aki elnyomásban él. Tehát, hogyha most melegekről beszélsz, ha most cigányokról beszélsz, ha most, nem tudom, arabokról beszélsz, vagy katolikusokról beszélsz, tehát bármilyen társadalmi rétegnek, amivel kapcsolatban mondjuk neked személy szerint van problémád, az belehelyettesíthető az X-Men karakterekbe. Ennyi. Akár csak az elnyomásra, a kirekesztésre, a gyerekkorú sérelmekre, azért, mert valaki esetleg más, így szimplán, tehát nem konkrét másság, hanem egyszerűen más, a többiek. Ezt is nagyon jól lefedi a képregény film sorozat. Kirekesztés, igen. Elég belegondolunk akár még az iskolai kirekesztés, vagy a gyerekkori bántalmakról, vagy egymás becsmérésétől kezdve lehetne sorolni. És hát tényleg az X-Men sorozat az képes volt mindarra, hogy ez hatással, jó hatással utassa, és az embereknek általában tetszett, és is vették ezt a mögöttes gondolatot tartalmat. Magyarországon nagyon is sikeres, ugye vár, és talán nem is hiába. Azért ez jó látni ennél a képregény film sorozatnál, hogy erre volt képes, hogy valami mondani valót, mögöttes tartalmat vitt az akciók mögé. És hát ne felejtsük el a Roboraptor blogotokat, ami hát látom az évek során eléggé bővetett, hiszen most már filmekről, játékokról, képregényekről, sorozatokról lehetne még sok mindenről beszélni, amiről írtok és beszélgettek a podcastekben. Látszik, hogy ezért sokszor gondolom változtattatok is valamelyest a dizájn vagy a tartalom bizonyos részein. És hát nagyon tetszik, hogy kivesézitek az adott témakört, filmet, sorozatot, ja, akár többen vagy egyedül egy cikkben, és ezt úgy teszitek, hogy nem csak ugye a hollywoodiasságra mentek rá, meg a bulvár elemekre, hanem tényleg a mögöttes tartalmat is felfedítek egy filmnél, egy sorozatnál, vagy játéknál. Figyeljetek arra is, mi van a lényegben, a mögöttes tartalomban, mi van a robbanások, vagy a véresség, az zúzás, durvaság, a szex mögött, amit általában kiemelnek először is mondjuk egy mai sorozatban. És ti figyeljetek azt is, hogy milyen ott a háttérben, és ez nagyon jó, és nagyon érzetesen lehetesitek ezt, érzetes olvasni a cikkeiteket, a stílusa, a megfogalmazás, nagyon jó, minden mellett pedig lényegre törően meséltek arról is, hogy mi az, amiért igazán érdemes nézni, mi azok a fontos mondani valók, amik fontosak egy adott alkotásnál. És ezt jó volt látnom. Ha így gondolod, akkor az mindig jó, akkor sokan csak legyintenek esetleg, hogy ez egy túl erőszakos sorozat, és nem fogják tovább nézni, viszont ti a cikkeitekbe előhozzátok már előre esetleg azt, hogyha mi premierkor írtok valamiről, hogy mi az, amiért érdemes nézni, mi az a tanulság a mögöttes tartalom, ami miatt már fontos lehet egy sorozat, és ez jó, és remélhetőleg ez jó hatással lesz sok emberre, és sok új nézőt is hoz majd. Hát igen, mert hogyha meg mondjuk egy teljesen más zsánert veszel, ott van például a Walking Dead, a világ mondjuk második legnépszerűbb sorozatáról van szó, ami éppen aktuálisan fut, mert mondjuk nyilvánvalóan a Game of Thrones a legelső, de a Walking Dead-del kapcsolatban is azt azért el kell mondani, hogy ebben a sorozatban azért nem csak azon van a hangsúly, hogy történetesen vannak benne zombik, akiket aztán mindenféle válogatott módokon leölnek, vagy vannak zombik, amik aztán válogatott módokon elpusztítják az élő embereket, vagy az élő emberek az élő embereket, hanem ennek igazából az a mögöttes mondani valója, hogy az ember hogyan tud megmaradni egy embertelen helyzetben, és hogyan reagál ezekre az eseményekre. Meg hát egymásra, egy szociológiai hatások is benne vannak gyakorlatilag a sorozatban, nem? Tehát és hát sokan drámaként tekintenek rám, és szimpla apokaliptikus zombi hentként, hiszen tényleg egymással kell foglalkozni, hogyan éljék túl, hogyan hatnak ezek a durva hatások, az apokaliptika gyakorlatilag az emberekre, egymásra. Sokan emiatt nézik, nem is a hent miatt, és
tényleg ez hozott el egy jó ideig sikert neki, viszont mostanában nem igazán nézik már, nem? Csökkent a nézettség az elmúlt 2-3 évadban. Most már sokkal kisebb a nézettsége, nem? Amiatt, hogy sokkal lassabb az egész, van, hogy egy nagyobb dologra, fordulatra, vagy valami eseményre egy évadot kell, egy teljes évadot kell várnunk, és hát nagyon sokan eluntak emiatt a sorozattal. De való igaz, ez a legutóbbi évada az nagyon, nagyon, nagyon sokakat kihátrálásra késztetett, többek között engem is. Danival még az előző fél évben, és az előző fél év alatt 2016 őszét értem, csináltunk Walking Dead kibeszélőt is a Roboraptor Facebook oldalán, Facebook Live videóban, és tök jól nézték a műsorainkat, tök jól megtalálta maga a közönségét, de mondtam a Daninak, hogy én már nem akarom ezt csinálni tavasszal is, tehát hogy annyira, annyira rossz lett ez a sorozat, hogy már én is fölöslegesnek érzem, hogy beszélgessünk róla. Nyilván ettől függetlenül majd le fogom darálni ezt a fél évadot is, és biztosan lesz majd valamilyen platform, ahol majd erről beszélgetni fogunk. De most speciál én is egy kicsit így kiszerettem ebből a szériából. És maga az a Roboraptor robot felépítésével külön a filmek, sorozatok, képregények, játék, videó. Ez az elejétől már jelen volt, vagy a blogfejlődés során épült, bővült, szépült, és így lett meg ez a különféle rovatsor. Nem, ez gyakorlatilag a legeslegelejétől megvan. A sorozat az, ami igazából bekerült talán közé, de a film, tehát a podcast volt ugye az origója az egésznek, a film, a könyv, a game és a képregény az szintén így adott volt, a Danival pedig a kezdet-kezdetén mondjuk így havonta egy videót, vagy 3 hetente egy videót azért elkészítettünk valamilyen témában. A videórovat az, ami most így kicsit okafogyottá vált az oldalon, mert oda nem nagyon töltünk már föl tartalmakat szinte, hiszen, mint mondottam, a munkánk miatt inkább a 24.hu-ra gyárt. És akkor esetleg ide a videórovatba is kerültek föl videók, ugye, amiket korábban csináltok, láthatunk talán ma már akár a YouTube oldalatokon is, vagy a Dani csatornájára mennek ugye közben föl, most láthatóak frissek, vagy esetleg a tiédre, vagy hogy megy ez igazából? Hát ez igazából mindegy ilyen nagy egész Hálózat. alkot, tehát hogy ha nem is azt mondom, hogy univerzumot építünk, mint a Marvel, de ezek azért mind összetartoznak. Tehát lehet, hogy a laikus számára nem tűnnek föl, de azért ugye ez úgy néz ki, hogy mi a Danival a 24.hu újságírói vagyunk, a Roboraptor a 24.hu-nak az aloldala. Az, hogy a Daninak van egy YouTube csatornája, meg egyébként nekem is van egy, amit a László Viktóriával csinálok, ezek a videók cikkben szintén megjelennek, amik aztán a 24.hu oldalán vannak beépítve, szóval itt minden összefügg mindennel. Hát olyanok lesznek majdnem, mint Nolan, ahol ugye mindennel összefügg, minden apróságra figyelni lehet a filmei többségében, vagy akár még Tarantinót is említhetnénk. Igen, és ez mondjuk tényleg így sokszor nem mindenkinek tiszta, hogy akkor most itt ez a két csávó, Igen, ez most... és igazából ez is, kérdeztem, hogy nagy keveredés legyen, ami részben az is, de nehogy bonyolult legyen valaki számára a dolog, hogy most akkor mi függ össze, mivel. Igen, azért éreztem én is, hogy ezt azért tisztázni kell, hogy nagyjából ez a viszonyrendszer itt ebben az online térben. Most hát ugye beszéltél a saját csatornádról is, hát térjünk rá arra is egy kicsit. Ez az Okos az Új Szex című YouTube csatorna, és hát meg kell hagyni egy igazán érdekes, egyedi csatorna, ez a véleményem nekem is. Meg kell hagyni, hogy ritkán látni talán ilyen csatornát. Viszont mondottam, hogy ez nem olyan régi csatorna, talán fél éves lehet, ha jól emlékszem, ugye? Nem Nagyjából, jelent. nagy igen. Hát A tudományos, apró humorral fűszerezve, mégis közérthetőbben és érdekesen tálalva, igazán egy csatorna. így van. Nagyon jó ötlet volt. Ez igazából egyébként, ha már ötleted volt, te alapötleted volt, te magad találtad ki, vagy segített valaki más is együtt, fundáltátok ki? A
Most ha nagyképű akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy igen. Mert alapvetően, amikor én tavaly nyáron elkezdtem azon gondolkodni, hogy milyen tartalommal kéne most így az uborka szezon után előjönni, akkor így úgy voltam vele, hogy valami olyan tartalmat kéne megtalálni, amiből mondjuk így hiány van. És én baromira imádom a tudományos videókat a YouTube-on, elég sok amerikai YouTubert követek, vagy YouTube csatornát nézek, viszont akárhogy is, de Magyarországon meg ebből alig van. És a László Vikivel beszélgettünk erről, hogy tök jó lenne ilyeneket csinálni, és a Viki erre mondta, hogy fú, hát ez baromi jó, hogy ezt így mondom, mert hogy ez már neki is megfogalmazódott a fejében, hogy tök jó, hogy ő is ugye a saját csatornáját nyomatta, de hogy azért így az igény benne is megvolt, hogy valami edukációs célja azért legyen a videóinak, és itt valahogy így találkozott ez a két nézőpont, és volt egy ilyen kvázi pilotja ennek a történetnek tavaly októberben, ahol elkészítettünk egy videót, de utána pont elkezdődött az Aranyélet második évada, és a Danival elkezdtük az Aranyélet kibeszélőt csinálni, ami szintén egy ilyen Facebook Live kibeszélő sorozat volt, és az elég sok energiánkat el is vitte a mindennapi munka mellett, és nekem ez a tudományos videós projektem, ez egy kicsit háttérbe szorult. És akkor, amikor vége lett az évnek, akkor januárban beszéltünk megint a Vikivel, hogy na, akkor most már ebben a fél évben jó ideig nem lesz mondjuk például Game of Thrones, úgyhogy nem fogunk kibeszélőt csinálni egy jó darabig, akkor indítsuk el a tudományos csatornát. És most hirtelen vissza is kell számolnom, hogy mikor, talán februárban készítettük az első videónkat, és onnantól kezdve meg szinte hetente jövünk ki új videóval, pont most a héten, vagy vasárnap jött ki a 18. videó, szóval, hogy még több kevés van. Akkor ez talán ugye a bizonyos vicces, nem vicces, érdekes hír miatt, ugye alapos föld teória hívők híre miatt volt, ugye? Általában van, hogy valamilyen fontos eseményhez hírekhez kötsz bizonyos videó témákat, ugye? Igen. Hát nyilvánvalóan Valami olyan hírhez próbálunk csatolni, amiről éppen sokan beszélnek. Most, amikor volt ez a laposföldes történet, volt egy nagyon hosszú interjú pont a 24-en, ahol ennek az elméletnek a magyarországi képviselői kifejtették a nézeteiket, szénné olvasták. Én tökre inspirálódtam ezáltal, és mondtam a Vikinek, hogy na, akkor a következőt mindenképpen ebből csináljuk. Sőt, egyébként egy héttel korábban, amikor az oltásokról csináltunk videót, akkor ketten is oda kommenteltek, hogy legközelebb a lapos föld legyen. Még ez is egy népszerű téma itt, mert nagy viták vannak az oltásokkal kapcsolatban, ugye van. Igen. A sokak szemében persze akár egy vitakeltő téma is lehet, vagy vitán is rámennek, de hát ez akkor is egy érdekes tematika. Mindig Igen, vannak sokan meg mondom, vállalnak. hogy tehát azért így megpróbálunk valamennyire csatolni, tehát hogy azért nem feltétlenül arra megyünk rá, hogy itt mindenképpen Meg nem tudom. valami olyasmit vakargassunk, ami most így nem tudom, nagyon nagy hype, de így a Despacito kapcsán a dallamtapadásról csináltunk videót, július 20 nem tudom hányadikán, amikor elkezdődött vagy megnyitották a Titanic kiállítást, akkor elmentünk a Titanic kiállításra, akkor a Titanic-kal kapcsolatban volt egy videó, a Pride kapcsán a melegség az állatvilágban, mit tudom én, amikor az Alien film volt, akkor a Fermi paradoxonról volt, szóval, hogy azért mindig vannak ilyen árukapcsolások, de nem tudom, volt Nem olyan... ez a lényeg alapvetően egyébként, ez nem Nem, mert hogy feltétlenül volt olyan a epizód is, amikor meg arról szólt a videó, hogy mióta vannak házszámok és utcanevek, aminek meg tényleg zéró semmilyen apropója nem volt, csak hogy úgy egyszerűen tetszett az ötlet, mert hogy történetesen engem érdekelnek az utcanevek és a Igen, házszámok. hát hogy nincsen az a kényszer, készítető erő, hogy
hogy valamit megcsinálj, valaki más mondja meg külsőleg, vagy kívülről azt, hogy mit csinálj, nem. Tényleg magad szabadon, szabad akaratodból csinálhatsz egy nagyon jó témát, és így jobb is lesz szívből, lélekből, jobb lesz az egész videó. Így, hogy nem kényszerből kell dolgoznod, hanem a hivatásodat teszed, mert szereted csinálni. És ha most így visszacsatolnék a leges legelejére, mert így mondtad, hogy majd így az újságírásról is beszéljünk, mert Ja, hogy hát az hogy biztos jó, viszont sokat érdekel majd. Hát, így most említettük ugye az újságírói életet is, hát mennyire tudod összeegyeztetni a szabad időddel, a saját életeddel, mennyire tudod azt, amikor túl sokat kell dolgozni, és mégis szeretnél valami más esetleg leszervezni, mennyire nehéz ez, de gondolom magát a munkát szerettek, ez a hivatásotok, de mégis, hogy tudjátok a balanszt, az egyensúlyt összehozni. hát dolgozni egyáltalán nem nehéz, vagy nem nehéz összeegyeztetni az életünkkel, mert hogy ennek egy szerves része. Tehát, hogy én mondjuk az én munkám nem olyan, hogy reggel 8 órakor bemegyek, fölveszem a tollat, aztán délután 16 órakor pedig leteszem és elmegyek, hanem ennél sokkal rugalmasabb. Van úgy, hogy 10-re megyek és 3-kor eljövök, mert már addigra befejeztem a munkámat, vagy amit aznapra terveztem, de van olyan, hogy reggel 8-ra megyek be, és este 8 órakor távozom. Tehát, hogy ez benne van a pakliban. Van a projekt. Igen, mert például ugye most hétfőnként mindig csináljuk a Trónok harca kibeszélőt. Ez nyilvánvalóan úgy történik, hogy reggel 8-9 környékén megnézzük az epizódot, utána kiválasztjuk azokat a részeket, amiket majd az esti kibeszélő adásba bele fogunk tenni, nyilván az epizódból. Van egy szerkesztői munka, amikor kitaláljuk, hogy mi legyen majd a műsorban, utána bemegyünk a szerkesztőségbe, ahol egyébként elvégezzük a éppen aktuális munkát, amit nem tudom, még a Trónokharca kibeszélő mellett meg kell csinálnunk. Aztán szépen délután meg lemegyünk a stúdióba, ahol berendezzük a stúdiót, megcsináljuk a szettet, megérkezik a vendég, a vendéggel átbeszéljük, hogy mi hogy lesz. 9 órakor nyomunk egy recgombot, vagy ez esetben nem recgombot, hiszen ugye Facebook live videóról van szó. Megcsináljuk az adást, ami 30 kötőjel 45 perc, utána vége a műsornak, elengedjük a vendéget, szépen szétszedjük a stúdiót, és nagyjából olyan 10:30 és 11 között valamikor elindulunk haza. Akkor ez egy igazán kivételesen nehéz nap, ugye egy hétkezdő, de hát mindeközben örömtelen, nem? Mert végül is, hát elvileg nagy got, vagy trónkarcát falak vagytok, nem? Én egyébként nem. Tehát, hogy én teljesen elfogadom ennek a sorozatnak az összes értékét, és megértem, hogy emberek miért szeretik, vagy miért rajonganak érte, de én nem vagyok GOT rajongó. De ez így közben jó is viszonylag, hiszen amolyan külső szemmel néztétek, nem az egészet, mindenet újságírói szemmel is, és hát így mégis nem olyan száraz anyagot kapunk, hanem nagyon érdekesen adjátok alapból is elő, és nem csak a fandom, a rajongás jön elő veletek, hanem annál sokkal több és sokkal jobb. Igen, de azért szerintem a Dani is, meg én is úgy vagyunk minden témával, hogy bármennyire is tűnik úgy, hogy elragadtatjuk magunkat, azért igyekszünk mindig mindent eléggé objektíven vizsgálni. És hát nyilvánvalóan, mivel a filmeket, meg a sorozatokat szerető ember vagyok, ha látok egy jó Trónokharca epizódot, nyilván annak tudok én is baromira örülni, hogy azt a mindenit ebbe, ez mennyire jó volt, mit tudom én, mondjuk ez a fordulat. Szóval, hogy ez teljesen változó, de az tény és való, hogy legtöbbször azért én vagyok a rozsarú Game of Thrones ügyben, mert én szoktam nyafogni, hogyha ha valami nagyon nem tetszik. Van úgy, hogy a Dani elnéző bizonyos hibákkal szemben, de van úgy, hogy meg tök fordítva van. Szóval, de ebbe ez a jó. Sajnán jól föl van építve a műsorotok. Ugye az elején a pezulasztal, akkor ugye a
a vendégek szerepetése mindig más és más, ugye a részenken belül, ezen kívül a kivesézés a részesen és különböző karakterszálakra, történetszálakra lebontva az adott epizódnak. Tehát láthatóan nagyon szépen megtervezitek és felépítettétek a műsor szerkezetét. Honnét van az egyébként, honnan szereztek ezt a puzzle térképet? Valahol mi ismer, valaki ismerőstől, valahonnan kaptátok ajándékba, vagy hogy került ez elő? Nagyon jó ötlet volt, és egyedi. Igen, ez egy 3D-s puzzle, és ez történetesen a László Vikinek a sajátja. Tehát, hogy ő ezt vette, vagy kapta valahonnan, és amikor még hónapokkal előtte, a műsor előtt elkezdtünk ötletelni, mert nyilvánvalóan az, hogy elkezdődött a Game of Thrones júliusban, azért azt megelőzte néhány hónap tervezés és szervezés, hogy ha majd ezt a műsort csináljuk, akkor hogyan is fog ez kinézni. És amikor ötleteltünk, hogy milyen legyen majd a berendezés, a stúdió, milyenek legyenek a blokkok, a felépítés, a vendégek, nem tudom, akkor egyszer csak a Viki mondta, hogy ja, amúgy nekem van egy ilyen 3D-s puzzle-öm, amit még sosem raktam ki. Úgyhogy a Viki behozta a puzzle-jét a szerkesztőségbe, a 24 szerkesztőségébe, és ott szépen az egyik asztalra ott ki volt pakolva, általában elmondtuk a reggeli értekezleteken is, hogy akinek van kedve, vagy egy szabad negyed órája, kávészünete, vagy bármi egyéb, akkor nyugodtan jöjjön be, vagy jöjjön oda az asztalhoz, és rakjon oda egy puzzle darabkát a helyére. Úgyhogy egy kicsit ilyen közösségi puzzle-ezés volt ez a sztori. És nem tudom, egy pár nappal az első adás előtt ki is raktuk. A Viki az viszont nagy rajongó, nem? Hát a csatornán is tele volt szónokharcás videókkal, jól emlékszem, bár annyira sajnos nem ismerem a csatornáját. Igen, igen. A Viki az nagy fan. Igen, igen. Ő rendszeresen megdobál mindig ilyen YouTube-os konteó videókkal, meg rövid hírekkel, meg pletykákkal, meg nem tudom, és így... Igen, a Viki az videó, nagy videó, 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 videó. Hát igen, tele vannak teóriával az internetes honlapok, és hát én is nagy rajongó, néha félve próbálom elkerülni őket, de nem mindig sikerül. És hát Martin az író, ugye regényíró azt mondta, hogy már kitalálták állítólag az interneten a történet végét is, illetve egyes nagyobb fordulatokat. Nagyon sok a teória is némelyik beletalál. Tehát ez egy érdekes dolog. Hát, igen, tehát ugye a Benioffék azért úgy működnek, hogy ők tudják, hogy hova fog kifutni az egész történet, de mivel ugye még nincsen megírva, még nincsen 6., 7., 8. kötet, ezért a köztes matériát ők meg ugye kitöltik azokkal az ötletekkel, meg dialógusokkal, amiket ők írnak. Ezért van az, hogy mondjuk pont ebben a 7. évadban azért ez már nagyon érezni, hogy ez már nem a Martini trónokharca. Itt már ez már sokkal ilyen idézőjelbe sorozatos, tehát hogy van benne egy csomó olyan megoldás, ami nem feltétlenül olyan lenne, hogyha egyébként a Mártinnak ennél jobb köze van, vagy több köze van hozzá. Hát akár 10 részes is lehetne most az új évad, illetve a jövő év is, hogyha a regényeket vehetnék talán alapul, nem? Hiszen Martin elő szeret bőlére írni mostanában, és hát a másik az, hogy sokkal részesebb leírja az adott csavarhoz, úthoz, eseményhez, helyszínhez vezető út eseményeit, és a karaktereket is nagyon biztosan mutatja, és most már nagyon sok új karaktert is belevitt. Viszont eszembe jutott, hogy közben valamire nem reagáltam, mert még kérdezted azt, hogy hogyan lehet ugye a munkánkat az életünkkel. Hát igazából összeegyeztetni. Igen, összeegyeztetni, mert hogy igazából hogy tudjátok összehozni mondjuk a különböző tervezett saját programaitokat, vagy a családi eseményeket és sorolhatnám. Tehát hogy tudjátok ezzel a változatos munkaidővel összeegyeztetni mindezeket, hiszen egyik nap 10 órát, 12 órát dolgoztak, másik nap csak 4-et, és akkor mindig variálni kell, gondolom, a programokat, ugye? Igen, de azért ez valamennyire fix, tehát mi is ugye heti 5 napot dolgozunk, nyilván van olyan, hogy az embernek van hétvégi elfoglaltsága, mármint, hogy hétvégi forgatás, vagy hétvégi anyagfeltétel, tehát hogy valamit csinálunk, olyankor akkor valamelyik hétköznap nem dolgozunk. Tehát, hogy ilyen értelemben ugyanolyan, mint bármelyik munkahely,
az, hogy vannak ilyen pici eltérések, hogy nem 8 órát dolgozom egy nap, hanem van úgy, hogy 6-ot, de van úgy, hogy 10-et, vagy 12-t. Ez is ilyen, nem tudom, ez lehet, hogy sokaknak rohadtul idegesítő tud lenni, de nekem meg teljesen természetes. Tehát, hogy nekem ez a kényelmes, nekem ez az életforma passzol. És a Gondolom, ha megszokjátok így 10 év után, az ember azért akkor szinte mondják, hogy akármi megszokhat 10 év után. Igen, meg ez ilyen baromi közhelyesen fog hangzani, amikor egyetemista voltam, akkor az egyik tanárom mondta azt, hogy egy idő után az emberben már nem válik ketté az, hogy mikor újságíró és mikor nem újságíró, egy idő után már nem tud nem újságíró lenni. És most már egy pár éve nálam is ez van, hogy igazából nincsen egy ilyen választóvonal, mert hogy én 0-24 órában ez vagyok. Tehát, hogy én folyamatosan ötleteken agyalok, hogy mit lehetne csinálni, igyekszem nyitott szemmel járni, de nem is igyekszem, hanem már ilyen tudatalatt így viselkedek, hogy meglátom valamiben a témát, és ezt azért ne úgy tessék elképzelni, hogy én vagyok az ármánykodó újságíró, aki folyamatosan minden, nem tudom, bulvár szart meg akar írni, vagy nem tudom, mindenben a szenzációt látja, de hogy alapvetően nem megyek el dolgok mellett, hanem észreveszem azt, hogy ú, te jó ég, ez egy tök jó téma, és ez biztosan érdekelni az embereket. Szóval nekem egyszerűen ez az életem, és az, hogy történetesen olyan dolgokkal foglalkozhatok, amit baromira szeretek, és érdekelnek, ez meg egy külön áldás ebben. Igen, a legjobb. Talán mindig ez a legjobb, hogy az ember munkája a hobbija is, a hivatása, így sokkal jobban lehet azt művelni, és sokkal nagyobb lelkesedéssel is. Nekem nagyon sokszor nem is igazán válik ketté a szabadidőm, meg a munkám, hanem ilyen tök nagy átfedésben mozog a kettő egymáson, mert egyébként a szabadidőmben is tényleg azon gondolkodom, hogy fú, majd mi legyen a következő okos az új szexi részben, vagy nem tudom, vagy a Danival, ha legközelebb csinálunk valamilyen kibeszélő műsort, akkor milyen új feature-t vigyünk majd bele ebbe a történetbe. És ez nem azért van, mert hogy munkamániás lennék, vagy nem tudom, hanem azért, mert hogy ez tényleg valahol egyszerre a hobbim és a munkám. Erre szokták talán azt mondani, hogy ez az embernek a hivatása. Úgyhogy én ilyen szempontból baromi szerencsés helyzetben vagyok, hogy ráadásul olyan helyen dolgozhatok, és olyan helyen írhatok, ahol egyébként meg nem kell attól félnem, hogy szembeköpöm saját magamat. Tehát most jelenleg nem egy jó dolog Magyarországon újságírónak lenni. Hát nem csak van. Gyakorlatilag szervilisnek kell lenni a mai világban, én ezt tapasztalom sajnálatosan. De ez nagyon jó megfogalmazás, Annak mert ellen, hogy mert hosszú távon a közösség kiközösíti a másikat. Most lehet ez akár munkahelyeken, lehet akár kis közösségekben, lehet akár klubokban is. Mert elég sajnálatos, és sokszor ugye a politika is belemegy ebbe, de sokszor más, tök kicsi dolgok miatt történhet mindez. kilök magából, igen, és most nagyon kevés olyan hely van Magyarországon, ahol lehet úgy dolgozni, hogy az embernek nem Annyira veregeti nyugodt. meg a vállát, és a kommentelőink azok bármennyire is gondolják úgy, hogy én valószínűleg egész nap egy írógép előtt ülök egy füstös szerkesztőségben, ahol tárcsás telefon van mellettem, és a Soros György néha fölhív, és megmondja, hogy hogyan ármánykodjak, hogy majd a szegény embereket jól átrázzam, de valójában nem ez Akkor történik. nincs is Nem, értelme. szóval, hogy Igen. nekem nem mondja azt senki, hogy mi hogyan fogjam a tollamat, vagy miket mondjak egy ilyen videóban, és ez egy nagyon ritka jelenség. Szabad. A felszabadító érzés, nem? De ez Abszolút szabad felszabadító érzés, szerintem. felszabad. És hát volt ugye a horvátországi trónkarcos utazásotok, tavaly talán olyan nyáron valamikor. Erről volt is műsor, emlékszem, ugye videó is, illetve talán beszélgettetek róla podcastben is.
illetve bemutattátok ezt a túrát. Ez hogy sikerült? Hogy hoztátok össze? Szerveztétek valamelyik ismerőssel esetleg, hogy segített ebben, vagy valaki esetleg a Kapcsoljuk Westerost műsor kapcsán szólt nektek, hogy hoppá, van egy ilyen lehetőség, vagy ez így hogyan sikerült ezt megoldanatok, vagy kivel? Én gondolom nagyon élveztétek, és hát akár ajánlatok másoknak is. Igen. Hát ez ennél egy fokkal komplikáltabb. A Daninak az egyik jó barátja tervezett, vagy szervezett mindenféle utakat a Balkánra. Ez volt a Balkán Experience Balkán nevű csoportosulás, ami most is van, akikkel mi 2 éve kimentünk Koszovóba. És ott forgattunk, ott voltunk, nagyon jól éreztük magunkat, és ez a srác, ez szólt, hogy neki van egy ismerőse, aki szintén belevág egy ilyen turisztikai, utazásos bizniszbe, és abban utazik, hogy Game of Thrones helyszínekre szervez túrákat. És történetesen ez a összehozás, ez pont arra az időszakra esett, amikor mi éppen a Kapcsoljuk Westeroszt kitaláltuk, hogy a 6. évad kapcsán mi akkor csinálunk egy Facebook Live kibeszélő sorozatot. És az utazás az pont egy olyan májusi időszakra esett, amikor történetesen egy hétfő is beleesett, tehát egy epizód, de úgy voltunk vele, hogy ez tök jó lenne, mert akkor amellett, hogy elmegyünk Horvátországba a Trónokharca forgatási helyszíneit megnézni, akkor autentikus környezetből, akkor ott meg is csináljuk az aktuális Trónokharca kibeszélő műsort. És így jutottunk ki. Úgyhogy ott jártunk nagyon sok helyen, nagyon sok városban, tényleg majdnem az összes helyszínen jártunk, ahol Horvátországban forgattak, és utána pedig egy kikötőből, Dubrovnikban egy kikötőből jelentkeztünk be este 9 órakor, és... Ez a különleges speciális bejelentkező videó is, ugye azt hiszem, online volt, vagy volt esetleg tévében is? Nem, az tök online volt. Ugye ezek a kibeszélő műsorok, ezek mindig a 24.hu Facebook oldalán mennek, úgyhogy ezek a neten nézhetők. És ez már akkor is így volt. És ilyen nagyon vicces jelenet volt az élő közben, mert ugye mondom, mi egy kikötőben álltunk, egy hosszú stégen, és a műsor közben egyszer csak kikötött mellettünk egy vitorláshajó, és a vitorláshajóról pedig kidobták a kötelet, ami majdnem fejen találta az operatőrünket, aki az akkori főszerkesztőnk volt, és az a hajókötél, az kb. 5 centire landolt tőle a földön, és hát ugye élő adás varázsa, ez így ott történik körülöttünk, mindenki csinálta tovább a dolgát, majd közben elkezdtek leszállni az emberek a hajóról, és a hajóról leszállt, nem tudom, 80 japán turista, aki ott új élő hátteret biztosított számunkra. No hát, akkor ott is jelen vannak, mint mindenhol, ugye? Nyilván, mint ahogy mindenhol. Úgyhogy volt egy ilyen fura, utólag nagyon vicces jelenete ennek az élő bejelentkezésnek Horvátországban. Nagyon szép helyszínek voltak tényleg a videón, és nekem is meghozta a kedvemet egy horvátországi utazáshoz. Tervezem is esetlegesen jövőre. Szeretem Horvátország hangulatát, tengerparti részeket is persze, meg hát ugye a történelmi helyszíneket. És hát örülök, hogy ezt a videót mutattátok nekünk. Nagyon sokak kedvét azt hiszem meghozta egy kis horvátországi utazás, akár csak a sorozat tekintetében is, de mindenképp megéri oda elmenni. Tehát... Mondjuk azért hozzáteszem, hogy baromi bizarr dolog, amikor az ember elmegy olyan régi horvátországi városokba, ahol érezni az élő lélegző történelmet, és ott vagy egy Diocletianus palotában, és egyébként meg azt látod, hogy emberek körülötted azért vannak ott, mert hogy egy idegen vezető azt mutogatja, hogy egyébként ez az a pince,
ahol a Daenerys a pincében őrizte a sárkányokat, és itt ezen a lépcsőn lejött a Tyrion hozzájuk. És egyébként meg totálisan leszarja mindenki, hogy ki az a Diocletianus, meg mi ez a palota amúgy, de hogy komolyan, hogy tényleg itt volt a Tyrion, meg a sárkányok, Szóval azért ebben így van egy ilyen nagyon, nagyon furcsa, bizarr érzése az embernek. Nyilván, aki érez magában affinitást, vagy indítatást arra, hogy egyébként megismerje, hogy miről lehet itt még szó, az nyilván meg tudja tenni, csak mondom, nekem egy fura élmény volt, mert nyilván mi is azért mentünk oda, hogy lássuk ezeket a helyszíneket, meg hogy anyagot gyártsunk majd belőle, de tényleg voltak turisták, mert hogy ugye nyilván Horvátországban már erre egy külön iparág épült, hogy mindenhol ki van írva, hogy Game of Thrones tour, és akkor folyamatosan mennek. Voltak egy picit erőszakosak, hiszen nekem volt már tapasztalatom Krakkóban, hogy a történelmi belvárosi részeket, illetve azokat a részeket, ahol ott is előforgattak híresebb filmeket, minisorozatokat, azokat nagyon erőszakosan akarták volna hát a legtöbb turistának bemutatni, természetesen jó pénzé. Ami végülis nekem annyira nem gondolom, hogy szeretem a történelmi dolgokat, de azért kicsit már túl sok volt ebben az esetben. Nem az erőszakosságról van szó, vagy nem ez nem a fő baj, hanem az, hogy tényleg így erről szólt ott kb. Minden. De nyilván most hát forogta, vagy most megy ez egy hype, ennek most így van kultusza, meg jelentősége, nem tudom, tehát hogy megértem a dolgot, csak hogy azért van egy ilyen minimális bajom ezzel az egész intézménnyel. Na nekem mind a kettő miatt megérni, mert én nagyon nagy történelem rajongó vagyok, az iskolában is szerettem Ötödit, a legtöbb városban elmegyek, akkor mindig megnézem a legfontosabb történelmi helyszíneket, épületeket, azokat a helyeket, ahol nagy események történtek, és hát a sorozatot is imádom, is rajongó vagyok, úgyhogy azt hiszem, akkor lehet, hogy tényleg ennél nem kell több. Na, hát akkor ez a te programod, de hát, hogy ez egy nagyon win-win lehetőség. Lehet, hogy jövőre folytatjátok akkor esetleg az utazást? A Trónok harca forgatásainak helyszínein? Például Írország, Spanyolország, ja, ott is sok helyen forgattak már. A Spanyolországban is jó pár év oda, illetve hát Írország és ugye Horvátország pedig legalább az első másik évvel óta már jelen van. Gondolkoztok ezen? Gondolkoztatok arról esetleg jövőre? Valamelyik másik országban fogtok majd videózni? Hát idén már biztos, hogy nem megyünk külföldre, mármint így a kapcsoljuk Westeros okán, hogy jövőre, nem tudom, meglátjuk. Igen, Horvátországban és Írországban forgattak a legtöbbször, ugye készítők az első második évad óta, azt hiszem mindegyik évadban jelen voltak, nagy a turizmus növekedés is már mind a két országban, de ugye nagyon sokszor most már a negyedik, ötödik évad óta Spanyolországban és Izlandon is jártuk, szóval a második, harmadik évadban is elég sok izlandi jelenet volt, csodaszép jelenetek és felvételek. Hát egyre nagyobb az érdeklődés ott is, gondolom. Igen, igen. De egyébként olvastam, hogy Izlandon is ugyanez van. Tehát ugye Izlandon is van egy pár helyszín, ahol forgatnak, hát igen, most is meg van. Ott is van számos túra, ahová lehet menni, és hát ugye, mint ahogy említette, Spanyolországot, ott is azért megvannak ezek. Ja, hát nem tudom, majd meglátjuk. Nekem nem lenne ellenemre, tehát utazni szeretek. Blogolás mellett esetleg gondolkoztatok utazó blog sorozaton, illetve utazós YouTube videós sorozaton? Vagy valami hasonlót, esetleg egy ilyen utazásos tematikájú podcast sorozatot gondoltatok már későbbiekre nézve, mennyire foglalkoztatna esetleg ezt titeket, mennyire szerettek utazni? Persze, hát persze. Én minden tiszteletem a Szirmai Gergői, hogy a Gergő például bírja ezt így csinálni, hogy három tök különböző stílusú YouTube csatornát futtat egymás mellett, és ezeket így össze tudja hozni, mert hogy nyilvánvalóan azért ez baromi sok elfoglaltsággal jár, és egy utazós blognak az elkészítése az tényleg macera, mert hogy egyrészt el kell oda menni, ott kell lenni, érdekes dolgokat fel kell fedezni, vagy utána kell olvasni, vagy megtalálni hozzá a megfelelő embereket, és ebből összehozni valamit, szóval hogy az bonyi. Én meg ugye gondolom, amiatt van akkor az is most például a Hollywood
Agency csatornán is sikeresebb a Premier hetes film bemutató, mert egyszerre három csatornát, mindjárt nincs az embernek egyszerre mindenre ideje. Ezt gondolom ez lehet az egyik fő ok is, ami például az ő esetében elviszi az időt mondjuk mostanában kicsit a filmekről. Persze, persze. Meg hát én azért nem vagyok főállású youtuber, aki ezzel foglalkozik. Én így nagyon sok mindenbe belemártom a pennámat, de nem tudom. Tehát azért kedvem lenne hozzá. Tehát, hogy mondom, utazni azért szeretek, de mondjuk az így nincs tervben. Az annál inkább, hogy mondjuk így elmenjek forgatni egy picit huzamosabb időre Szibériába, mindenféle Na, jó messze van. törzsek közé. Ilyen tervem van. De az, hogy mondjuk így, nem tudom, hétről hétre valami, vagy két hétről a két hétre valamilyen Ja, már utazós sok lenne. legyen, az azért sok lenne, az majd is. Hát de tényleg legalább a rejtélyek után mindenki utaztuk és kutattuk ugye ezekben az érdekes, okos a szexi videóban is. Ezt mindenképp láthatjuk. Ugye már is hát ugye azért meg kell jegyezni, hogy egy tényleg egy utazó vlog az nem egy könnyű dolog, nem egy piskóta. Ugye David Attenborough, említette Richard Attenborough öccse, alig szemű ugye, még él, ha jól emlékszem, szerencsére 90 fölött van már, hát azóta is dolgozik ugye természetfilmes körben, 3D-s kameráktól kezdve 4K és egyebek, és ő mondta hogy azt, hogy ma meg annyi nagyon durva helyzetben voltak, legyen az fel a természetből adódó veszély, egy állat vagy állatfajtól jövő veszély, vagy egy különleges növény, vagy az időjárás viszontagsága, vagy a forgatás nehézségei, a kamerák nehéz egy használata egyes durvább terepeken. Hát igen, ez tényleg nem könnyű egy szakma. Ez így Tehát van, ez így. rágja. Hát igen. Nem tudom, azt el tudom képzelni, hogy ha valami olyan helyen járok, vagy járunk, ahol esetleg van valami olyan téma, ami az okos, az új szexi kapcsán így befigyelhet, akkor lehet, hogy lesz olyan videó, ami külföldi, és valami specifikus dolog, de úgy különösebben nem készülök erre. Mert egyébként az első névválasztás az, úristen, hirtelen akartam mondani, az még tök, az első munkacíme az még tök más volt, az okos az új szexinek, de az nagyon determinálta volna, hogy ilyen kifejezetten tudományos dolgokkal foglalkozzon. Az okos az új szexi az meg sokkal tágabb és megengedőbb, mert abba belefér az is, hogy legyen egy kis töri, legyen egy kis tudomány, legyen egy kis konteó, legyen egy kis pop science. Sokkal tágabb körül, ugye? Igen, igen, igen. Érdekesebb Tehát, hogy dolgok így is. minden, elég sok minden belefér. Úgyhogy azt el tudom képzelni, hogyha valahol külföldön leszünk, mert nem tudom, munkaügyben valahová kimegyünk, és ott egyébként szembe jön olyan téma, ami beleférhet ebbe, akkor persze, miért ne? De amúgy különösebben nem készülök rá. Köszönöm, hát akkor a nagyon érdekes és elég hosszú és részletes beszélgetés is, amelyben nagyon sok mindent tudhatunk meg rólad is, a munkásságról, hivatásodról is, hát arról, hogy tényleg mindig minden percben kattog valami az agyadban, ami nagyon csodálatos, reméltek csodálatosan jó, ugye majd felvételen, műsoron, videón. Köszönöm még egyszer, hogy elfogadtad annó a meghívást. Én Még köszönöm a foglalkozom, lehetőséget. csak azt is köszönöm, hogy ennyi teendőd mellett tudtál rá tényleg időt sorolni, hogy megcsinálhassuk az interjút, és hát tényleg remélem, hogy még többen fogják majd figyelni a csatornáitokat, rendszeresen lehetőleg, nagyon jók, érdekesek az adások, változatosak a videók, a témák, a blogok, amiket ti csináltok, és nagyon jó stílusban, és hát remélem, hogy még többen fognak tényleg majd feltűnni a csatornáitokon. Hát mi általában úgy szoktunk interjúkat készíteni, hogy azokkal készítünk, akiket mi is szeretünk, egyedinek tartunk, érdekesnek, informálisnak, tanulságosnak, és valamiért hát mindenki szórakoztatónak, és hát itt csatornátok is ilyen. Általában underground csatornákkal szoktunk készíteni, általában kisebb, nagyobb nevekkel is persze, de a lényeg az, hogy a csatorna tényleg valami pluszt nyújtson. Ne csak Minecraft videók legyenek, ne csak
egyfajta típusú dolog, hanem vagy ha igen is, akkor az pedig valamilyen föl legyen kicsit mixelve, varázsolva, hogy érdekes legyen, és ti elértétek ezt. És hát remélem, hogy továbbra is oly sikeresen fejlődtök, erősödtök, még lehet több videó fog majd megjelenni az oldalatokon, remélem minél tovább és minél nagyobb nézőközönséggel, hiszen mondtam, kevés az ilyen ebben a témakörökben egyedi csatorna, főleg most csak az okos az új szexit említem, vagy a kapcsoljuk Westeros, nem nagyon van más ilyen minőség vagy típusú műsor ezekben a tematikákban. Tehát azért remélem, hogy továbbra is még nagyobb és nagyobb sikereket értek majd el, és hát kívánok a nagy siker mellett továbbra is nagyon jó hangulatú munkát. Nagyon remélem én is, hogy így lesz. Azt tudni, hogy videókkal, egyéb anyagokkal jövünk továbbra is. Úgyhogy ezt megígérhetem, és szerintem azt is, hogy a megkezdett nívót azt biztosan tartani fogjuk. Nem adjátok alá be. Köszi szépen a... És ezúttal így az adás végén elköszönünk a nézőktől. Búcsúzunk tőletek, és remélem, hogy nagyon érdekes volt, tetszett nektek a videó. És Lacival pedig hát még esetlegesen remélem, majd később ilyen még találkozhatunk, beszélgetünk, mondjuk különböző témakörökben, vagy filmes verkekben, esetleg majd podcast formájában is, ezt majd meglátjuk, megbeszéljük, ahogy neki vagy nekem ugye lesz időm rám, ez sokszor kérdéses, majd kiderül. Addig is búcsúzunk tőletek, és a mielőbbi viszontlátásig. Sziasztok! Sziasztok!